Elindultam szép hazámból. Magyarok a nagyvilágban. A 74-es VB magyar labdarúgója Abonyi Attila. Új hazájának egyik legnagyobb futballsztárja. Így tekintenek az 1946-ban Budapesten született Abonyi Attilára. A családja még gyermekkorában, 1956-ban vándorolt ki Ausztráliába. 10 évesen Melbourne-be kezdett el focizni. Még 16 sem volt, amikor a tehetséges, rendkívül gyors jobbszélső bemutatkozott az élvonalban. Első profi klubja a magyar emigránsok csapata a Melbourne Hungária volt, ahol 1962 és 1968 között játszott. 1971-ben Skócia ellen mutatkozott be az ausztrál válogatottban, ekkor ellenfele volt a későbbi legendás manchesteri edző Sir Alex Ferguson. Az egyik legemlékezetesebb meccse az Irán elleni VB selejtező zóna döntő volt, amikor 90 ezer néző előtt ő lőtte a második hazai gólt, és 3-0-ra győztek a vendégek ellen. 1974-ben a magyar labdarúgó válogatott nem jutott ki a világbajnokságra, Ausztrália viszont ott volt az NSK-ban. Ezen az ausztrálok Abonyi Attilával a keretben vereséget szenvedtek az NDK-tól és a későbbi világbajnok NSK-tól, és döntetlent játszottak a szintén a csoportküzdelmek után búcsúzó Chilével. A 10 évig tartó válogatott karrierje alatt 1967 és 1977 között 89 mérkőzésen 36 gólt szerzett. Ezzel a teljesítménnyel holtversenyben 3. az ausztrál örökranglistán. Abonyi Attila 33 éves korában vonult vissza, és edzőként épített új karriert. Összesen 7 klubot vezetett Ausztráliában. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.